Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket és hallgatóinkat a Speranza Reménység Televízió adásában. Ma négy könyvet fogunk együtt megismerni kedves vendégemmel, Szász Ernő lelkipásztorral és az Élet és Egészség kiadó szerkesztőségének, pontosabban magyar szerkesztőségének a koordinátorával. Örülök, hogy itt van a stúdióban, és nagyon sok szeretettel köszöntöm Önt is. Nagyon köszönöm a meghívást, és sok-sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Nem akármilyen könyveket fogunk ma bemutatni, ugyanis újabb kiadásokat fogunk bemutatni ma a nézőknek és a hallgatóknak. Négy könyvet, amire majd bemutatásra sor kerül. Viszont még mielőtt elkezdenénk megismerni ezeket a könyveket, és azt, hogy miért lettek újabb kiadványok, szeretném, hogyha megvizsgálnák azt a kérdéskört, hogy miért szoktak általában új kiadások megjelenni? Elsősorban is azt szeretném elmondani, hogy az a tény, hogy valami rég jelent meg első kiadásban, nem azt jelenti, hogyha régi, akkor az nem jó. Az igazság az, hogy akár a világirodalomban, de ugyanúgy a vallásos keresztény irodalomban vannak könyvek, amelyek nagyon-nagyon rég jelentek meg, és mint olvasány tartalmukban mindig üzenetet hordoznak, és mindig időszerűk. Ezért azt mondom, hogy azért nyomtatunk ki, adunk ki újra már régebb megjelent könyveket, mert ezek értékesek. És ugyanezzel kapcsolatosan mondanám, hogy az értékességüket az irántuk való érdeklődés is bizonyítja. És amikor azt mondom, hogy kereset és kínálat, akkor én nem az üzlet szempontjából közelítem meg a kérdést. Persze a könyveket el is kell adni. De az a tény, hogy jelzések jönnek, hogy emberek érdeklődnek egy bizonyos könyv iránt, amely esetleg kifogyott a könyvesboltból. Ez azt jelenti, hogy igény van rá. És minden kiadónak az a célja, és itt az Élet és Egészség kiadó esetéről, helyzetéről beszélek, minden kiadónak az a célja, hogy az olvasó közösség igényeire adjon egy megfelelő választ azzal, amit a piacra hoz. Ilyenkor milyen igényeik szoktak lenni az olvasóknak, illetve miben szoktak változni az újabb kiadványok a régi kiadványoktól? Először is elmondanám azt, hogy amikor egy régen megjelent könyvet mondjuk másodszor, harmadszor, vagy ki tudja hányadszor adunk ki, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy az újabb kiadásnál hozzányúlunk a tartalomhoz, hanem ezekben az esetekben az történik, hogy természetesen, ha vannak bizonyos hibák, akkor ezeket kiküszöböljük. Mert gyakorlatból tudjuk, hogy jó néhányszor átolvasunk egy kéziratot, aztán végül nyomtatásra kerül, és az olvasó még mindig felfedezhet benne akár betű elütéseket. Például elmondhatom azt is, hogy ez a Szentírással is megtörténik. Mindahányszor egy újabb kiadás jelenik meg, bizonyos betűmódosításokra, vagy éppenséggel helyesírási hibák korrigálására sor kerül. Az új kiadásoknál tehát nem a tartalom változik. A könyv mondani valója az ugyanaz, marad, viszont kiküszöbölődnek esetleges helyesírási hibák, vagy éppenséggel az évek teltek, és
Hát az iskolából tudjuk, hogy helyesírási szabályok is változtak. Nos, ezeket megpróbáljuk aktualizálni. De azt is el kell mondanom, hogy általában a kiadók arra törekednek egy újabb kiadás esetében, hogy amennyiben lehetséges az, legyen egy új tördelés, tehát formai szempontból legyen más, amennyiben lehetséges egy más fedőlap, miért ne, ami éppenséggel jobban megszólítja azt az olvasó kategóriát, amelyet megcélozunk. Tehát akkor ilyen szempontból az esztétikára is van egy kicsi hangsúly fektetve. Manapság elég sok könyv jelenik meg, és mind nagyon vonzó, borító fedőlapokkal jelennek meg, úgyhogy ilyen szempontból gondolom erre is oda van figyelve. Természetesen, hogy igen. Általában a kiadó odafigyel arra, hogy a fedőlap valahol tükrözze a könyv tartalmát, de ugyanakkor legyen vonzó, és maga a fedőlap már szólítsa meg az olvasó közönséget. Na de térjünk rá akkor a könyvekre. Milyen kiadások jelentek meg az elmúlt egy évben? Nem fogom az egészet felsorolni. Túlságosan kevés az adásidő arra, hogy mindenről beszéljünk. De megemlítek néhányat azokból, amik eljutottak már a kedves olvasókhoz. Van egy több nyelven megjelent sorozat az egészséges életmóddal kapcsolatosan, és ennek dr. Pamplona a szerzője. Nos, 2-3 évvel ezelőtt megjelentettük magyarul is az első könyvét, amelynek az volt a címe, hogy az egészséges test. Hál' Istennek a tavaly sikerült a második kötetet is megjelentetni, ez pedig az egészséges italok cím alatt jelent meg. Lényegében a szerző itt az ember egészséges életmódjával kapcsolatosan ad gyakorlati tanácsokat. Ugye itt van ez a szerencsétlen helyzet a járvánnyal kapcsolatosan. Kirobbant a tavaly, kiterjedt az egész világra. Megjelent egy nagyszerű könyv, amely bátorítást jelent az olvasó közönségnek pontosan egy ilyen helyzetben. És ez az egyik könyv, amit kiadtunk magyarul, amelynek az a címe, hogy Remény a válság idején. De az ifjúságot is próbáltuk megszólítani, és kiadtunk magyarul, és ezúttal itt Romániában, az üzenet az ifjúságnak címmel. Időszerű tanácsok a mindenkori és a mai fiataloknak egyaránt. De hadd említsem meg most azokat a könyveket, amiket elhoztam, és amiket egy kicsit részletesebben engedelemmel be is mutatok a hallgatóknak. Ezek közül az egyik a kijegyzett könyv. Majd meg is mutatjuk a megfelelő pillanatban. Megemlíteném a Nagy Küzdelem című könyvet, amely már sokadszor jelent meg, de ezúttal egy gyönyörű díszkiadásban. De nem tekinthetünk el a második kiadást megért bibliai tantételek kézikönyvéről, amelyet Moldován Vilmos lelkész írt, erdélyi szülöttje, és hát miért ne beszélnénk a fiatalok bibliájáról, amely nem is olyan rég jutott a serdülők a fiatalok kezébe, és én magam láttam saját szemeimmel, hogy milyen örömöt jelentett sokaknak. Még mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen tematikájúak ezek a könyvek,
Azt szeretném megkérdezni, hogy egy könyv új kiadásának a kidolgozása mennyi időt foglal magába? Hát ez a könyvtől függ. És attól függ, hogy milyen munkát végzünk rajta. Például itt van ez a kis könyv. Hát ez nagyon-nagyon rég jelent meg magyar fordításban először. Akkor tükrözte a nyelvezete az akkor használt nyelvezetet, ami már a mai fiatalok számára helyenként egy kicsit furcsának tűnik. Nos, azt mondhatnánk, hogy egy ekkora könyv kiadása, hát ez nem nagy dolog, megvan a fordítás. Na most időt igényelt azért, mert arra gondoltunk, hogy a 2021-ben élő embereket akarjuk megszólítani, ugyanazzal a tartalommal, de ma könnyebben érthető nyelvezettel. Hát ezért nagyon-nagyon alapos lektorálásra volt szükség, és aztán természetes, hogy ez utána vonja a korrektúrákat is. Vannak bizonyos könyvek, ahol nem olyan rég jelent meg, ezért kevesebb munka van vele, de úgy, ahogy mondtam, arra igyekszünk, hogy többedik kiadásnál legyen egy másik tördelés, ami munkát igényel, ez pedig azt váltja ki, hogy korrektúrára, utánnéző korrektúrára van szükség meg, új fedőlapnak, stb. Van munka, de a kiadónak az az öröme, hogyha az olvasók érdeklődnek, és ezeket a könyveket megveszik. És hogyha bemutatnánk egy kicsit röviden ezeket a könyveket a nézőknek, a hallgatóknak, akkor el tudnál esetleg mondani, hogy milyen tematikájúak így röviden, mert aztán majd érinteni fogjuk őket, de hogy milyen tematikájúak és kiknek szólnak külön-külön? Részben már beszéltem a kijegyzett könyvről. Ez eredetiben angolul jelent meg. És bizony nagyon sok évvel ezelőtt. Információim szerint jövőben ez a könyv százesztendős lesz az első megjelenéstől. Hát azóta nagyon sok nyelvre lefordították. Angolul jelent meg. Ennek a könyvnek a szerzője Charles L. Taylor. És tudni kell róla, és ezt érdekességként mondom el, hogy ő tanárember volt, ugyanakkor káplán. És Taylornek az volt az élet célja, és ez észrevehető a könyvben, hogy embereket vonjon az Úr Jézus Krisztushoz. Élete utolsó két éveben írta. Akkor, amikor már ő maga megromlott egészségi állapotban volt. Nem életében jelent meg a könyv. Mert ő sajnálatos módon 1918. december 18-án elhunyt. És információim szerint ez a könyv először 1922. január első napjaiban látott napvilágot. De a legismertebb mégis az 1927-ben a Pacific Press által nyomtatott könyv. Hát azóta millió példányszámban jelent meg. De ha már beszéltem az angolról, meg hogy sok nyelvre, nem mulaszthatom el, hogy néhány szót mondjak a magyar kiadásokról is. Sajnos ezt nem tudom megmondani, hogy pontosan év szerint, hogy magyarul először mikor jelent meg. Azt viszont elmondhatom, hogy először az én kezembe gyermekkoromba került ez a könyv. Édesanyám gondoskodott arról, hogy ott legyen az otthonunkban, úgyhogy azóta emlékszem vissza, de akkor már a rég megjelent könyvek
kategóriába tartozott. Persze azóta, és különösen a forradalom után, amikor már a nyomtatás másként volt lehetséges, többször is kiadták. Így azt is nehéz lenne elmondani, hogy az anyaország, hogy Magyarországon, meg itt Romániában, Erdélyben ez hányadik kiadását éli meg. Tény az, hogy például ez megtalálható a Romániai Nemzeti Könyvtár nyilvántartásában, hogy 1994-ben, tehát 4 évvel a forradalom után Kolozsváron egy új kiadás jelent meg. Aztán később 2004-ben vagy 2008-ban Nagyváradon adták ki. És hát sor került arra most, hogy egy újabb kiadás jelenjen meg, és azt is elmondtam, hogy ez nyelvezetében különbözik az eddigiektől, tartalmában és mondani valójában pedig ugyanaz. És akkor konkrétan kinek szól ez a könyv? Mondta azt, hogy már gyermekkorában fellapozta ezt a könyvet. Akkor ugyanúgy a fiataloknak szól még most is? Vagy nekik volt célozva eredetileg? Én azt mondanám, mint olyan, aki ismerem ezt a könyvet, amelynek az eredeti címe az, hogy The Market Bible, a kijegyzett Biblia, ez mindazoknak szól, akik készek arra, hogy az érdeklődésük fokozódjon a Szentírás, a Biblia iránt. Mert ennek a könyvnek az a célja, hogy az olvasót közelebbi kapcsolatba hozza a Szentírással, Isten igéjével, és hogy szorosabb kapcsolatba hozza a keresztény ember reménységével, az Úr Jézus Krisztussal. Nem mondom el részletesen, hogy miről van szó benne, hagyom, hogy maradjon ez az olvasókra, hogy megtalálják benne, de mégis néhány gondolatot megosztanék. Ebben a könyvben olvasunk az anyai szeretetről, és ennek a szeretetnek az áldozatkészségben és leleményességben megnyilvánuló formájáról. Egy szerető édesanya, akinek van egy züllött fia. Ezt Haroldnak hívják, részeges, szerencsejátékok kötik le a figyelmét, és tolvaj. És gondolom nem is kell sorolni tovább, hogy az olvasó, a hallgató rájön arra, hogy körülbelül milyen ez az ember. A könyv leírja, hogy Jónáshoz hasonlóan ő is tengerre menekül, hogy szabaduljon, de Isten tekintete előtt senki nem menekülhet el. Az édesanyja titokban a nagy bőröngyébe helyezett egy Bibliát. És ebben a Bibliában aláhúzott bizonyos részeket, amiket ő úgy érzett, hogy nagyon fontos. A hajón, mint legény szolgált, társai hasonlóan züllöttek voltak, mint ő. Aztán a csendes óceánon problémákba ütköztek, a viharon túl, ez az óriási hajó, amely üzemanyagot szállított, kigyulladt. Ő pedig valami ruhadarabokat keresett a bőröngye alján, amikor rátalált egy csomagra. És ez volt a kijegyzett könyv, a kijegyzett Biblia. Gyakorlatilag innen indul a történet. És ez a történet azt mutatja be, hogy Istennek ígéje a Szentírás. Az képes minden ember életét megváltoztatni és szebbé tenni. Nem mondom el, de felhívom a figyelmét annak, aki ezt érdeklődéssel olvassa, hogy a végén megtudja, hogy a tolvajból, a szerencsejátékosból és ebből a részeges fiatalemberből
mit volt képes Isten igéje kihozni. Azt nem hiszem, hogy érintettük, hogy ez a történet, ez egy valós történet? Igen, ez a kérdés, ez gyakorta megjelenik. Az információim szerint ez egy valóságos történet. Pontosabban ez a Harold Wilson létezett, mint a Wilson család sarja. Édesapja ideje korán meghalt, özvegy édesanyja nevelte. És azért is mondom, hogy ez valóságos történet, mert a szerző, Charles Lindsay Taylor a könyv végén elmondja, hogy miután ennek a tengeri kalandnak vége lett, akkor hol tanult a továbbiakban Harold, és hogy ad mondjam el, lelkész lett belőle. Nagyon szép történetet ír le akkor a könyv. Személyesen nem olvastam, de most már én is nagyon kíváncsi lettem. Az igazság az, hogy én ezt nem tudtam olyan szépen elmondani, mint ahogy ezt a könyvben majd az olvasó megtalálja. Térjünk át esetleg a Nagy Küzdelem című könyvre, amivel kapcsolatosan azt a kérdést tenném fel legelőször, hogy miért pont ez a címe? Miért a címe ennek a könyvnek az, hogy a Nagy Küzdelem? A könyv címének bibliai háttere van. Lényegében, hogyha kezünkbe veszük a Szentírást, Istennek igéjét, és azt elolvassuk az első laptól, ahol a teremtéssel találkozunk, és a végéig, rájövünk arra, hogy a bűnbeesés óta ez a föld, amelyen mi élünk, ez a nagy küzdelem színtere. Itt még azt is elmondanám, hogy a Jelenések könyve, a Szentírás utolsó könyve beszél arról a 12. fejezetben, hogy háború kezdődött a mennyben, Lucifer fellázadt Isten uralkodása ellen, aztán ő levetetett erre a földre. És hát azóta ez a föld, ez a nagy küzdelem, az igazság és a hamisság, az Úr Jézus Krisztus és a sátán közötti küzdelem színtere. Nos, ez a könyv, amelyet mi úgy ismerünk, hogy a Nagy Küzdelem című könyv, ez a legutóbbi színes kiadás, hát igen, ezt mutatja be. A háttérben ott van a Biblia kinyilatkoztatása, ez a könyv pedig bemutat az emberiség történetéből különböző szekvenciókat, amelyek segítenek abban, hogy lássuk a jelent, illetve a múltat, a jelent, és betekintsünk a jövőbe. Talán még annyit mondanék el, hogy annak idején a szerző lényegében a Szentírást átfogó öt nagy könyvet írt. Ellen Goldwhite-ról van szó. Ezért megemlíteném, hogy létezik a Pátriárkák és Proféták című könyv, ami leír egy bizonyos kort. Aztán létezik a Proféták és Királyok, aztán a csodálatos Jézus élete, az apostolok története, amelyben megismerjük a keresztény kor első századát, és a nagy küzdelem. A nagy küzdelem, amely részletesen beszél például a reformáció koráról, de ezen kívül átvezet bennünket a jelen időkbe, és azt mondhatnám, hogy a végidőkig, mert lényegében azon fejeződik be, hogy milyen események lesznek az Úr Jézus dicsőséges második eljövetel előtt, és betekintést találunk benne az Úr Jézus dicsőséges második eljövetelével kapcsolatosan. Most már, hogyha így most megtudtuk azt is, hogy a jövőről is szól, a jövőt is érinti ez a könyv, akkor lenne egy olyan kérdésem, hogy ha valaki azt a kérdést tenni fel, hogy
Hitelesek azok az írások, amelyeket Ellen Goldwhite írt le a jövővel kapcsolatosan, akkor mit válaszolna erre a kérdésre? Higgyen a proféciáknak, vagy a magyarázatoknak, vagy ne higgyen? Mielőtt konkrétan válaszolnék erre a kérdésre, azt szeretném elmondani, hogy White Helen írásai, ezek nem csak profétikus jellegűek. Akár csak a Szentírás sem. Mert a Bibliában is vannak gyakorlatilag leírások, történetek, emberek életéből, spirituális tanulsággal. Mindezekben megláthatóaz, hogy Isten ott van a történelemben. Isten az, aki Ábrahám életét, vándorlását irányítja. Isten az, aki ott van Dániellel a babiloni fogságban, vagy így tovább. Nos, ugyanezt tükröződik White Helen írásaiban is. És a Szentírás középpontjában az Úr Jézus van. Az Úr Jézus személye. És én örömmel állapítom meg, hogy minden egyes könyvben, ami White Helen tollából származik, az Úr Jézus személye, az Úr Jézus istensége az, ami kiemelkedik. És ezért megbízható forrásnak tekintem. Most konkrétan válaszoljak. Én azért fogadom el White Helen írásait, mert biblikusak. Pál apostol beszél arról, hogy az ő idejében voltak keresztények, akik meghallgatták a különböző tanításokat, aztán hazamentek, és elővették az akkor ismert Szentírást, és utána néztek, ha idézem Pál szavait, ha úgy vagyon-e. Most én azért ajánlom bárkinek azokat, amik White Helen tollából származnak, mert összevetve a Szentírás tanításával ezek lényegében nem helyettesítik a Szentírást, hanem a figyelmet a Szentírás mélyebb és alaposabb tanulmányozására hívják föl, irányítanak. Tehát azért megbízható, mert biblikus. Azért megbízható, mert az Úr Jézust Istennek mutatja be, aki a Szentírás tanítása szerint testet öltött, meghalt, feltámadott, közben járó munkát végez, és eljövett. Egy másik szempont. A Szentírás beszél arról, hogy Isten az idők folyamán prófétákat támaszt. És ezek túlmutatnak a bibliai időkön. Pontosabban túlmutatnak azon a koron, amikor a Biblia kánonja, a 66 könyv íródott. Beszél például a prófét az utolsó időről. Jövendőlés van a prófétával kapcsolatosan. De ezért mi hetednapi adventisták White Helen munkásságára úgy tekintünk, mint a Bibliában megnevezett prófétaság ajándékának a megnyilvánulására ez utolsó időben. Ez egy egészen más téma lenne, hogy részletesen áttárgyalni, hogy na most, hogy is lehet ellenőrizni, hogy egy prófita igaz vagy hamis? Teljes meggyőződéssel állítom, hogy minden mércének megfelel, amit a Szentírás a proféták felmérésével kapcsolatosan felállít. Én megjegyeznék egy érdekességet, és ugye a kérdés arra szólt, hogy a jövőre vonatkozóan. De
mit értünk a jövő alatt? Ő 1915-ben meghalt. Na most, ő 1915-ig több mint 100 000 oldalnyi anyagot írt. Örökségül maradt. Na most, ezekben az írásokban ő beszél a jövőről, de bizonyos szempontból az a jövő számomra és számunkra, az most van. De aztán beszél a távoljövőről, az Úr Jézus eljövetele előtti időről. És sok témát közelít meg. Például egészségügyi témákat. De abban az időben, amikor White Helene írt, és a dohány káros hatásáról beszélt, abban az időben az akkori orvostudomány a tüdőbetegséget dohánnyal gyógyította. White Helene akkor, amikor a tudomány dohánnyal gyógyította a tüdőbetegséget, arról írt, hogy a dohány az káros az egészségre és káros a tüdőre. Neki nem volt szakképzése ezen a területen. De Isten adott neki világosságot. Ma pedig mosolyogva hallgatjuk, hogy annak idején mi volt a vélemény. Ma, és ezt a benzinkútnál láttam legutóbb is, amikor tankoltam, valaki cigarettát vásárolt, és így, hogy a kezében tartotta a fizetés közben, elolvastam, hogy tutunul ucide, a dohány, az gyilkol. És azt mondom, hogy ha ebben White Helene-nek igaza volt, aztán vannak vallási élettel kapcsolatos írásai ebben a könyvben. Egyfelől beszél a régi időkről, de profétikusan. Ugye beszél Jeruzsálem pusztulásáról. Az Úr Jézus beszélt erről. A Máté Evangélium a 24. fejezetében. Teljesedett. De ezzel kapcsolatosan hoz részletes információk. Aztán beszél az első századok üldözéséről, beszél a hitehagyásról, a valdensekről, a reformátorok. És eljutunk a későbbi kereszténységig. És bizony, megfigyelhető az, hogy amiket ő ír, például amit az utolsó időkről a Dániel könyve beszél, a Jelenések könyve beszél, ezek egy része teljesedett, más része pedig teljesedésben van. Én azért olvasom bizalommal az írásait, és jelen esetben a nagy küzdelmet, ami ugye most a tavaly diszkiadásban jelent meg magyar nyelven, és mindenkinek figyelmébe ajánlom, mert egy megbízható forrás. Itt beszéltünk Helen Gold White-ról, és inkább az írásáról, de nem biztos, hogy mindenki ismeri őt. Esetleg be tudnál röviden mutatni ezt az írónőt? Mit kellene tudjunk róla? Elsősorban elmondanám azt, hogy a Harmon családban született, Maine államban, Gorham helységben. 1827. november 26-án metódista család volt. 11 éves korában elfogadta az Úr Jézus személyes megváltójának. És ő akkor annak az igazságnak a fényében, amelyen rendelkezett, megkeresztelkedett a metodista egyházban. Talán zárójelben azt is megjegyezném, hogy a fiatal Helene 9 éves korában egy sajnálatos balesetnek volt az áldozata. A parkban iskolából hazamenet egy barátnője
követ hajtott, és az eltalálta a homlokát. De ennek nem feltétlenül a látható, hanem az őt minden szinten megviselő nyomait élete végéig hordozta. Ő azok közé tartozik, aki 1844-ben a Krisztusvárókkal együtt megérte a nagy csalódást. De aztán rájöttek arra, hogy helytelenül értelmezték a proféciát. Azt mondhatnánk, hogy későbbi férjével együtt az adventista egyház alapítói közé tartozik. Helytelen az a megfogalmazás, hogy ő alapította az adventista egyházat. Az adventista egyház nem Whitehallenre, az adventista egyház a Bibliára, a sola scriptura elvre épít. Azt már említettem, hogy 1915-ben halt meg, július 16-án, egy szombatnapon. És hát bizony, az örökség, amit nem az adventistákra, hanem az emberiségre hagyott, az a több mint 100 000 oldalnyi írás. Ennek bizonyos része megjelent könyvekben, mások pedig kéziratokban hozzáférhetők. Az írásait nagyon sok nyelvre lefordították, talán magyarul a legismertebb ezek közül a Jézushoz vezető út. Egy csodálatos, és az érdekesség ennek a könyvnek az, hogy egy református lelkész fordította elsőként magyar. És van egy magyar szerzőnk is. Moldován Vilmosnak van egy könyve, amelynek az a címe, hogy a bibliai tantételek kézikönyve. Kinek szól ez a könyv, és miről szól ez a könyv? Közben meg is mutatnám a kedves nézőknek a legújabb kiadást, ez a második kiadás. Hogy kinek szól? Mindazoknak szól, akik a Szentírást szeretnék jobban megismerni. Pontosabban maga a szerző megfogalmazta az 1988 novemberében írt előszavában, hogy mire is jó ez a könyv. Elsősorban elmondja azt, hogy ez megjelenik, mint egy szükséglet. Válaszként azoknak az érdeklődésére, akik szeretnék a Szentírást, a Szentírás alapelveit közelebbről megismerni. Megpróbálta ezeket 26 pontban, úgy mondanám 26 leckében összefoglalni. Megfigyelheti majd a kedves olvasó, hogy kérdések és feleletek formájában jelennek meg ezek. Aztán bibliaversek sokasága. De ezen kívül különböző irodalmat használ föl. És azt szeretném elmondani, hogy ebben a könyvben nem csak adventista szerzők írásai jelennek meg. Olvasunk ebben Luthertől, Calvintól, Zwinglitől és sok más híres személyiségről. És azt mondja ebben a könyvben az előszóban, hogy ez arra jó, hogy a figyelmes olvasó ismerje meg azt az igazságot, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. Itt idézi a Judás apostol levelének a harmadik vers. Moldován Vilmos ki volt ő, mivel foglalkozott? Moldován Vilmos lelkipásztor volt, a szó igazi értelmében. De ugyanakkor vele kapcsolatosan azt is el kell mondani, hogy egy nagyon képzett teológus volt. Teológiai tanulmányait fiatal korában
az Adventista Teológiai Intézetben végezte. Aztán elkezdte lelkipásztori szolgálatát. Élete nagy része, annak ellenére, hogy Marosvásárhelyen született, de élete nagy része Kolozsvárhoz fűződik. És nem fiatalon, de beiratkozott a kolozsvári protestáns teológiára, és nappali tagozaton bejáró diákként el is végezte. Tehát ennyit mondhatnék képzettség szempontjából. De ugyanakkor őt az önképzés jellemezte. Nagyon sokat olvasott, kutatott, és élete végéig ő tanult. Nekem abban a lehetőségben volt részem, hogy személyesen ismertem. Én fiatal lelkész voltam, ő meg már sok tapasztalattal rendelkező lelkész, aki egy bizonyos ideig az Adventista Teológiai Intézetben tanított is. Azt mondhatnám, hogy a szó egy bizonyos értelmében mentoromnak is tekinthetem. Ezt a könyvet, amiről mi most beszélünk, 1982-ben fejezte be, de az eredetit román nyelven írta. 1982-ben meg is jelent kemény kötésben, fekete táblával, fedőlappal, borítóval. Dolgozott a magyar változaton is, de hát az akkori időkben, a 80-as években a vallásos irodalom nyomtatása az másként működött. Tény, hogy 1988-ban megírta az előszót, de ő nem érte meg ennek a könyvnek a megjelenését. És halála után, mivel ő 1989 kezdetén egy sajnálatos baleset következtében meghalt, a forradalom után 1995-ben jelent meg magyarul a bibliai tantételek kézikönyve, és Faluvégi Dezső és Timis Balázs és Sándor lelkészek munkája nyomán, akikre hasonlóképpen, mint az utókor, mindig szívesen emlékezünk. És hogyha visszatérünk erre a három könyvre, a Nagy Küzdelem című könyvre, a Bibliai Tantételek kézikönyvére és a Kijegyzett könyvre, ezekkel kapcsolatosan van egy olyan kérdésem, és gondolom, hogy lehet, hogy egyes nézőkben és hallgatókban is felmerült ez a kérdés, hogy szükség van bibliai tudásra ahhoz, hogy megértsük ezeket a könyveket, hogy el tudjuk olvasni, és megértsük a mondani valójukat? Senki ne gondoljon arra, hogy ahhoz, hogy megértse ezeknek a könyveknek a mondani valóját, szüksége lenne arra, hogy teológiát végezzen. Ezek a könyvek nyelvezetükben, stílusukban emberközeliek. Említettem, hogy a Kijegyzett könyvet gyermekkoromban olvastam. Azóta is a kedvenc könyveim közé tartozik. Egy olyan olvasmány, amit gyermek, felnőtt, bárki megért. És az a csodálatos ezekben a könyvekben, és mind a három könyvről beszélhetek, de általában ezekről a keresztény könyvekről, hogy segítenek mindenkinek azon a szinten, ahol van a szükséges információhoz és lelki táplálékhoz hozzájutni. Nem valamilyen képzésre van szükség ahhoz, hogy ezeket elolvassuk, hanem egyetlen dologra. Ha tudsz olvasni, akkor kezd el. És hátra maradt még egy könyv, a Fiatalok Bibliája.
Ezt nem fogom megkérdezni, hogy kinek lett kiadva, ugyebár a fiataloknak a nevében is megjelenik. Viszont az lenne a kérdésem, hogy miért lett a fiataloknak egy új Biblia kiadva? Miben különbözik a megszokott Bibliáktól? Hát mindenek előtt hadd mutassam meg a kedves nézőknek ezt a csodálatos Bibliát, ami a Fiatalok Bibliája nevet viseli. Több színben is megjelent, én két változatban hoztam el. Hát nyilvánvaló, a rózsaszint a lányoknak ajánljuk, a másikat pedig a fiúknak. Na most, ezzel kapcsolatosan megpróbálok válaszolni a kérdésre, hogy miért jelentettük meg ezt a külön Bibliát. Elsősorban is a következőt mondanám el. Az elmúlt, pontosabban ebben az esztendőben a romániai adventista egyház jónak látta, hogy legyen ez a fiatalok az ifjúság éve. Ez jelentett különböző tevékenységeket, programokat. Ezek közé tartozott, és tartozik a Biblia olvasás. Most nem részletezem a bibliai maraton, mit jelent, meg ehhez hasonló dolgokat, de tény az, hogy gyermekeket, fiatalokat, idősebbeket, mindenkit arra bátorítottunk, hogy kapcsolódjon be a Biblia olvasásába. Na most úgy gondolták az előjárók, hogy legyen ez a fiatalok számára az örömszerzés alkalma. Azért, hogy érezzék magukénak. Hát ezért van például az, hogy ilyen szép színesen is jelent meg, de nem csak kívül, hanem belül. És a cél az, hogy megszeretetni a Bibliát. Mert ha valaki gyermekkorban, fiatalkorban megkedveli a Bibliát, az a Biblia barátja lesz élete végéig. És ennek hatása, átalakító hatása az érezhető lesz. Ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy a társadalomban jellemes fiatalok legyenek, a családokban majd jellemes feleség, férj, szülő legyen, és miért ne? A keresztény egyházban és a társadalomban. Mert ha a Szentírás átalakítja az életünket úgy, ahogy tette a Harold esetében, akkor én azt mondom, hogy más lesz a világ. És hát az is benne volt ebben a kiírásban, hogy és ez az iskolás gyerekek, beleértve a középiskolásokat is részére, hogy ha bizonyos számú fejezetet bizonyos idő alatt elolvastak, akkor jutalomként ezt a Fiatalok Bibliáját kapták, és nekem lehetőségem volt a gyülekezeteimben ezt átnyújtani. És nem felejtem el a gyermekek, a fiatalok szeméből azt a mosolyt. Meg azt, hogy a legközelebbi alkalomra, találkozóra azt láttam, hogy már ezzel a Bibliával jöttek a gyülekezetbe, de azt is láttam, hogy milyen érdeklődést tanúsítottak iránt. Én is alá tudom támasztani, én is láttam gyerekeket, akik nagyon-nagyon örültek neki, és hát nagyon-nagyon jó, hogy van egy ilyen cél is. De akkor bennem az a kérdés merül fel, hogy eddig nem volt egy ilyen Biblia, ami közelebb álljon a gyerekekhez egy kicsit, vagy ilyen jellegű könyv? Az idők folyamán sok Biblia megjelent. Viszont nagyon röviden szem előtt tartva azt, hogy az időnk is rohan, azt mondanám, hogy ez, amit a kezembe tartok, ez egy valóságos Biblia. Ez a Károli Gáspár fordítás, revidiált változatban,
ami azt jelenti, hogy a nyelvezete, ez a mai emberhez, a mai fiatalokhoz szól. Tartalmában a régi, eredeti károli, de a réges szavak helyett a manapság használt szavak jelentek meg. És én ezt ajánlom minden fiatalnak, mert azon kívül, hogy tartalmazza a teljes Szentírást, információk vannak benne, a különböző könyvek szerzőiről, megjelenéséről. És vannak jegyzetek érdekes információkkal, amelyek építő hatásúak. Én azt kívánom, hogy legyen ez mindenkinek áldás. Még egy rövid kérdést, hogy honnan tudják beszerezni ezeket a könyveket a nézők, a hallgatók, azok, akik érdeklődnének esetleg irántuk? Nagyon sok városban, és különösebb a nagyobb városokban vannak a Sola Scriptura könyvesboltok. Ott megtalálhatók. Ezen kívül interneten online megrendelhetők az Élet és Egészség Viacsai Szenatáté kiadó honlapján, de minden adventista gyülekezetben érdeklődni lehet az irodalom felelősöknél. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött ma a stúdióba, és bemutatta nekünk ezeket a könyveket. Bizonyára nagyon érdekesek ezek a könyvek, és kíváncsian várom, én is ugye elolvasom azokat, amelyeket még nem olvastam el. Sok sikert az olvasáshoz. Köszönöm szépen, és Isten áldását kívánom a munkájára nézve. És köszönöm, és viszont kívánom. Az adásunk végéhez érkeztünk, és egy rövid idézettel szeretnék elbúcsúzni a mai adásból, amely Ellen G. White írónőnek a tollából lett megírva, és így szól. A Biblia olvasóit oktatni kell arra, hogy a tanulékonyság lelkületével közeledjenek az igéhez. Kutassuk lapjait, de ne azért, hogy alátámasszuk saját véleményünket, hanem azért, hogy megtudjuk, mit mond Isten. A Bibliát csak a Szentlélek segítségével ismerhetjük meg, aki az igét adta. Az ismeret elnyerése érdekében a Szentlélek vezetése alatt kell élnünk. Kívánom mindannyiunknak, hogy a Szentlélek vezessen minket, és hogy ezen könyvek által is még többet tudjunk meg a Bibliáról, és arról, akiről ez szól. Köszönöm, hogy velünk tartottak, minden jót, és Isten áldását kívánom. A viszontlátásra!